Számos területen jelent könnyebbséget az egészségügyben az EEST alkalmazása, mind az orvosok, mind a betegek számára. A rendszer lényege, hogy utóbbiak összes egészségügyi adata egy internetes adatbázisba kerül fel, amelyet kezelő orvosuk meg tud nézni. Így nincs szükség arra, hogy a páciensek magukkal vigyék dokumentumaikat a rendelésre. A koronavírus járvány idején több olyan változtatást hozott a kormány, amelyek egyszerűbbé tették a gyógyszerek felírását és kiadását. Előbbi terén a házi orvosoknak lehetővé tették, hogy a krónikus betegeknek tartósan szedett gyógyszereiket telefonon vagy e-mailes igény után is felírhassák. A recept utána felkerült az EST felhőbe, amihez minden patika tud csatlakozni. A vén kiváltásával kapcsolatban pedig újdonság volt, hogy az eddigi három forma mellett bevezették a felírási igazolást. Bármilyen papírra fel lehet írni a receptet. Három kódnak kell rajta szerepelnie. Van a rendelőnek a kódja, van, amit most alul látunk a recepten, egy ilyen hosszú vonalkód, és még egy vonalkód képződik, amikor felírjuk a receptet. Hogyha ez a három vonalkód rajta van egy akár A4-es papíron is, akkor akár lepecsételés nélkül is ki tudja a beteg váltani a receptet, de korrektet, hogyha lepecsételjük, legalábbis egyenlőre ezt kérik tőlünk, nehogy ha olyan probléma van, hogy az EST-ben elakadás van, akkor a beteget vissza kelljen küldeni az orvoshoz egy pecsétért. Azok a felírási igazolások, amelyeket még július 1-e előtt állítottak ki, a vények lejártának végig érvényesek maradnak. A patika a gyógyszer kiadása után egyébként már nem tarthatja meg az igazolást, azt vissza kell adni az orvosságot kiváltó személynek. A veszélyhelyzet megszűnésével részben módosultak az e-recept alkalmazásával kapcsolatos szabályok. Megmarad az egyszerűsített vénkiváltás, a tajszám megadásával tehát továbbra is ki lehet váltani a gyógyszereket, de szeptember 17-e után az orvosok nem írhatnak majd fel gyógyszert a telefonon vagy e-mailben jelentkező pácienseknek. Az általunk megkérdezett házi orvos szerint a visszarendeződés egyben visszalépés is, mivel a betegeknek kényelmesebb volt az eddigi rendszer. Nagyon sok információt nem kaptunk arról, hogy miért történt ez a visszarendeződés a 21. században, ahol már a telemedicinának előre kellene törnie. Az egyetlen haszna, idézőjelbe véve haszna ennek a koronavírusos pandémiás időszaknak az volt, hogy azokat a technikai lehetőségeket, amiket eddig csak marketingre és vásárlásra használtunk, azokat most már tényleg gyakorlatias célra, orvosi ellátásra, betegkövetésre, adattovábbításra, kommunikációra, tanulásra, munkára is használtuk. Úgyhogy én ezt az irányt látom helyesnek, de ez nem a mi kezünkben van. Kántor Irén úgy gondolja, a témában lesz még egyeztetés a döntéshozók és az egészségügyben dolgozók között, ahol mindkét fél elmondhatja saját érveit.